Sosem veszekedtünk, mindig egyetértettünk. Tehát igazán boldogok voltunk. Tökéletesen összeillettünk. Rebecca és Robert is volt már házas korábban, most azonban úgy érezték, megtalálták a tartós szerelmet. Tetszett, hogy független volt. Igazán értékeltem, hogy egyedül neveli a két lányát. Első találkozásra megragadott. Mondtam is neki, hogy ő az én angyalom. 5 év múlva mégis kezdtek elhidegülni egymástól. Most már 3 gyereket neveltek, és az otthoni és munkahelyi kötelezettségek sok időt lekötöttek. Észrevettem, hogy valami nagyon hiányzik a kapcsolatunkból. Éreztem, hogy valami közénk állt, hogy valami rossz dolog történik, de inkább nem törődtem ezzel. Mindig elnyomtam magamban ezeket a belső hangokat. Kiderült, hogy Robertnek viszonya van egy kolléganőjével. Rebecca akkor jött erre rá, amikor megtalálta az SMS-eket. Olyan volt, mint a mi korábbi beszélgetéseink. Sok minden, amit korábban nekem mondott, azt most másnak mondta. Ez összetört a szívem. Habár Robert már 4 hónap után felhagyott a kapcsolattal, a baj már megtörtént. Szégyeltem magam. Fájt azt látni, hogy milyen fájdalmat okoztam neki. Sokszor próbáltam bátorságot gyűjteni, hogy elmondjam neki. Én sohasem akartam elválni. Nem akartam elhagyni a családomat. Rebecca nem sokkal előtte megtért, nem tudta, mit tegyen, így felkeresett egy tanácsadót. Azt mondta, hogy választhatok. Vagy elhagyom, vagy harcolok a házasságomért. Úgy döntöttem, hogy küzdenem kell. A pár tanácsadásra kezdett járni, és úgy érezték, javul a helyzet. Aztán Robert szívinfarktust kapott. A következő években az egészsége fokozatosan romlott, és rászorult felesége gondoskodására. Ezen a ponton derült ki először, hogy nem igazán bocsátottam meg neki. Nem voltam egy igazán szerető feleség. Még mindig ott motoszkált bennem, amit tett, és hogy nem érdemli meg a szerető törődést. 6 év múlva Robertnél vese elégtelenséget állapítottak meg. Megkérte Rebeccát, hogy nézze meg, lehet-e donor. Szinte kinevettem. Ó, dehogy is! Mi közöm nekem ehhez? Ez az én szervem. Én jól vagyok. Hogyan ápoljalak, ha én is lerobbanok? Ez az enyém. Nem osztozom rajta. De teltek a hónapok, és nem találtak donort Robertnek. Ekkor rájött, hogy mit kell tennie. A megbocsátás hiánya miatt nem tudtam kifejezni felé a szeretetet úgy, ahogy Isten várja tőlünk. Kértem Istent, hogy lágyítsa meg a szívemet a férjem felé, és segítsen úgy szeretni őt, ahogy ő kívánja. Vagyis, hogy a cselekedeteim és szavaim is kifejezzék azt, ami a szívemben van. Rebecca végül beleegyezett a vizsgálatba. Isten meggyőzött, hogy vessem alá magam a tesztnek, és bízzak az eredményben. Néhány hét múlva felhívott az ügyintéző. Azt mondta, hogy nem puszta egyezés van, hanem amikor összeöntötték a két vért, bár rendszerint az egyik dominánsá válik, itt a két vér harmonikusan együtt maradt. Az operáció sikerült, és Robert nem sokára teljesen visszanyerte egészségét. Rebecca megbocsátása annyira megindította, hogy újra elkötelezte magát Jézusnak. Szenvedélyesen kerestem Istent, becsületes emberré akartam válni. Most már tényleg megbocsátottam neki, őszintén, szívem mélyéből. A sok sötétség után, ami az életemben történt, ez egy fénysugár volt. Ez a megbocsátás valóságos terhet vett le a vállamról, aztán a szívemet is megnyitotta. Rebecca azt mondja, hogy amikor megbocsátott a férjének, akkor mindketten elnyerték a gyógyulást. Isten helyreállította a házasságunkat, miközben helyreállította a férjemet. Ez egyfajta újrakezdés volt. Olyan, mintha átmentünk volna egy szoroson, és egy gyönyörű helyre lyukadnánk ki. Azt mondhatom, mintha teljesen megváltozott volna az atmoszféra körülöttünk. Robert most rendőraltiszt, és a pár azt mondja, a házasságuk erősebb, mint valaha. A házasságunk most sokkal mélyebb. Ez egy mélyebb szerelem és tisztelet. Régebben nem volt sok remény az életünkben, mert csak a percnek éltünk. Most élvezzük a percet, de alig várjuk, hogy Isten mit tartogat még a számunkra.
biztos nagyszerű lesz. And it's going to be awesome.